A Dream Team szeretettel vár titeket rengeteg lehetőséggel, hogyha szeretnél csapatot alkotni és ezzel akár pénzt is keresni. Rengeteg statisztikát gyűjt az eddigi oldalon elért eredményeidről, ezért nyomon követheted a fejlődésed. Csatlakozz a Dream Teamhez még ma, hogy ne maradj le mindezekről. Link a leírásban. Ezt a videót kicsit gondolkodtam, hogy megcsináljam-e vagy sem, de sziasztok! Itt vagyunk egy olyan videóban, és reagálni fogunk régi videóimra. Tudni kell, hogy már azért 2-3 éve, inkább 3, azért nyomom már ezt a YouTube-ot, és azóta minőségileg szerencsére sikerült fejlődnünk, minőségileg is, meg kinézetileg is, meg tartalmilag is. Vicces lesz visszanézni a régi videóim. Viszont, hogyha tetszik az ötlet, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek még ilyet, akkor nyomjatok egy feliratkozást, ugyanis vannak tervben ilyesmi ötleteim a csatornára. Ezért lássuk is szerintem. Ugye visszajöttem a csatornámra, és hát rámegyek arra, hogy videó. Rámegyek itt arra, hogy rendezési szempont, és hozzáadás dátuma szerint a legrégebbieket mutassa nekem, és független attól, hogy én már itt kiválasztottam a videókat, így választottam ki, hogy a legrégebbik szerint így megnyitogattam új fülekem, és én kiválasztottam egy párat, amit vissza szeretnék nézni, mert eléggé kíváncsi vagyok rájuk. Az első, az a legelső videó a csatornán, ami 2015. február 18-án került feltöltésre, több is, mint 3 éve. 3,5 éve. Azt a mindenit. Wow. Igen, itt is jel egyébként, hogy 3 éve. Jó, hát nézzünk bele. Na, sziasztok, srácok. Chicagóban éltem legelső trade-up kontraktját, ugye? Csinálni most. Miért mondtam ki ilyen lassan és ilyen nehezen, te jó Isten? De őszintén, 13 másodperc, és el tudtam volna mondani egy 4 másodperc, hogy sziasztok, itt vagyunk egy olyan videóban, és ebben a videóban életem legelső trade-up kontraktját fogjuk megcsinálni, és lássuk. Nem tudom, max 5 másodperc, hogyha volt ez, jó, azért most már kicsit így rutinabban jön, de meg úgy rutinosabban. Please Gaben. Ez egy fordított end betű, szóval... Ez egy fordított N betű. A következő az egy korai Chicago veletek. Fú, vajon mennyire lehetett korán? Én úgy alapjáraton 10-11-kor szoktam kelni, nekem már a dél az már korán van. Itt már azért átálltam egy kicsit live-okra. 720p, 60 fps. Igen, régen az azért nagy szám volt nálam. A készkemet most eltüntetem csak, hogy lássátok az én gyönyörűséges szép arcomat 2,5 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel mehet. Wow. Nem bírja ez. Ezt sokszor el szoktam mondani, hogy ez olyan, képzeljétek el egy 40 kilós palit. Az próbál felemelni egy 70 kilóst. Nem fog neki sikerülni könnyen. Hogy 18 lotos szeroljen, sok embert nem tud elbírni. Hallottad azt a hasonlatot? Aki tudja, hogy mi az a slot, meg így benne van így a... szerverekbe, hát itt nem kell annyira benne lenni. Képzeljétek el egy 24 slotos szervert, és arra nem fog felbírni 32 ember. És igen, úgy hasonlítottam én ezt, hogy egy 40 kilós ember sem nagyon fog tudni egy 70 kilósat felemelni. Végül is jó hasonlat, de elég vicces. Jöhet a következő. Figyeld azt a fészkemet, hallod? Evil face, komolyan, hát mi az, mint a pokolba, hát hogy mertem én felvállalni? Én, nekem az volt a célom akkor, hogy zöld háttér minden áron, azt meg, hogy én látszok, az már mindegy volt, az nem számított Zoltán, ugye? Eltüntettem megint, mert ugyanott van a facecam, ahol most. Na, frissítsed rá a leírásra, és ott van az IP színű skacok. Ja igen, és csak akkor volt ugye színe az arcomnak, amikor behoztam egy bármilyen fehér felületet a monitoron, hogy az nekem fényt adjon. Ennyire igénytelen voltam, ennyire nem tudtam egy lámpát odarakni az arcom elé. Vagy legalább kapcsoltam volna fel a szobában a villany, de komolyan. Persze, hogy maradok, ment a szám, köszönöm szépen, Mixdanes. Minden egyes embernek összekép fel. Hallod a kis Goblins from Marsot akkor, hogy mennyire fel volt hype-olva a Goblins from Mars, akkor így 2 éve, mikor így kezdődött bejönni a livestreamek, mindenki a Goblins from Mars mixeket nyomatta a livestreamük alatt. Úristen, azok az idők. Jó is volt azért. Nézzük a következőt, ami... ez sok volt így elsőre. Első komment, de szép vagy Zoli. Köszi Dreamy, te is. A videó címe Kérdezz felelek, és a téma pedig Counter-Strike volt. Belájkoltam a saját... videómat. Azt a mindenit. Kamera természetesen megint lentről van felfele. Nem is értem, hogy tudtam ilyet csinálni. Mondom még ekkor így volt rajtam egy plusz 20-as kilóban. Tehát igen, meg is látszik itt a kis kerekded arcomon. Ez az első olyan videóm, amiben az arcomat is láthatjátok. És ebben a videóban kérdésekre fogok válaszolni. Az első videóban, amiben felvállaltam az arcomat.
Nice. Akkor nekem ezzel se facecam, semmi nem volt, csak így üres gameplay, és annyi. Megnéztek 9674-en. Nézzük meg egy random kérdést, ami jön következő. Mióta chase-el? Nem Cségóra értem, hanem hogy mikor kezdtél el vele játszani. Gondolom az 1.6-ra is érted. Mert hát csak 1.6-oztam meg ghostam. Ja, annyi felesleges dolgot mondtam egyébként, így sok, ebből a 12 percből lehetett volna 7-et csinálni max. Jó, mehet tovább. Hú, hát már nagyon rég. Mármint nem olyan rég, de számomra ez rég. Rég? Nem olyan rég, de számomra azért rég. What? Zoli? 3-4 éve, de inkább... 3,5 éve. 3-4 éve, 3,5 éve, ez volt ugyanúgy 3 éve, tehát 6-7 éve én már csézek. Játszani meg még mindig nem tudok. Voltak nekem srácok olyan videóim is, ami egyszerűen 20 másodpercesek voltak, a cím az angol volt, mert akkor még így nem tudtam pontosan mit akarok, csak úgy fánból felraktam, gondoltam külföldiek is, hát ha megnézik, 1460 megtekintés sikerült szereznem rá végül is, ami akkor nekem annyira nagy boldogságot szerzett, komolyan. 21 másodperces szerintem elejétől végig nézzük meg, ez vicces lesz, ezt tényleg nézzétek, mert ez ja, elég érdekes, nézzétek. Figyelj! Dobom a heget, és kirepít nekem egy P90-et. Nem volt fegyverem, és a címe is egyébként How to gain a weapon if you don't have money for it. Az hogyan szerez egy fegyvert, hogyha nincs rá pénzed? Így! Dobj egy heget, $300, és kirepül neked shortról midre. Ez akkora volt, hogy én akkor... Rögtön be is küldtem Sparklesnek, és bekerültem a videójába. Komolyan, nagyon vicces volt. Itt van Sparklesnek a videója, és itt van. Itt van ez a rész. Ez én vagyok. Figyeld, hogy dobom. Csak már a zenével. És ott van, ahogy kirepült. Ott van, ahogy kirepült, srácok, a P90. Hát ez nagy volt, és figyelj, most másik szemszögből is fogja mutatni. Figyeld, dobom a heget. Repül a P90. És felveszem. És ott van a P90 a kezembe. Természetesen ez egy hatalmas nagy véletlen volt. Jöhet egy következő élőadás. 23. élő. Akkor még így elneveztem az élőadásaimat. Raimival toltuk. Raimi az egy haverom. Mostanában már nem annyira tartjuk a kapcsolatot, de tök jó arc meg minden. Minecraftoztam, srácok. Régen nyomtam a Minecraftot azért rendesen. Ügyed itt a bérgyilkos előtt. A bérgyilkost minden. Milyen jókat is szórakoztunk mi, ez ilyen hajnali időszakok voltak. Jó van, srácok. Ezek tényleg ilyen hajnali időszakok voltak, mindketten streameltünk, és wow, nagyon jó volt. De úgy figyelj, látjátok, 5 órás streamek, 5 óra 36 perc, meg az előző streamek is ilyen rohadt hosszúak, de a legelső streamem 7-8 órás volt, annyira élveztem ezt csinálni. Most is élvezem egyébként, csak most még megpróbálom kicsit rövidebbre fogni, mert ezek tényleg olyanok voltak, hogy nagyon hosszúak, és ilyen tartalmatlanok. Most meg megpróbálok így rövid időn belül sok mindent belesűríteni, és akkor az úgy mégis jobb és élvezhetőbb. Következő, hogyan tovább? Hú, láthattátok az arcomat, nagyon nagy volt. Figyeljétek a hátteret, figyeljétek azt a bohócot a falon, figyeljétek a minőségét a videónak, és egyszerűen engem ne figyeljetek, jó? Most még jelenleg 4955-nél tartunk, ugye ezt az előbb láthattátok az itt lévő képen. Ja, most is ide vágom azért, mert miért ne? 4950 feliratkozó, ez olyan aranyozó volt, tehát. És hogyha még esetleg nem vagy feliratkozva, és tetszik, amit itt látsz, itt ez a szép testem. Jó. Igen. Ilyesmit csináltam? Jó Isten. Már nem is emlékeztem rá egyébként. Természetesen ezt a videómat is belájkoltam, mert miért ne? Úr is, ennyire önimádó nem lett senki. Torma kihívás. Na sziasztok srácok, itt van velem Dávid. Sziasztok. És Ervin. Sziasztok. Ők már egyébként szerepeltek egy videómban. Nos, ebben a videóban tormát fogunk enni. Akkoriban, amikor így a fejembe jött az ötlet, basszus, hogy hát mekkora egy izé vagy zseni vagy, ilyen ötletes senkinek nincs tormát enni egy videóba. Átmentünk a haveromhoz, elindítottuk a kamerát és felvettük. Figyeld, hogy veszem ki fel azt a tormát. Figyeld. De mekkora egy adagot vettem, basszus. Én amúgy nem szoktam tormázni, tehát nem szerettem az ízét, úgy akkoriban komoly volt. 3, 2, 1. Nézzétek a könnyeket. Jó is rá visszaemlékezni, meg rossz is. Hagyjuk. Lehet a következő egy napi vlog. Egy hetes napi vlog kihívás, az volt a címe. Természetesen ezt is lájkoltam.
Én az összes régi videóimat belájkoltam. És Gerének a kihívást, ők hárman hívtak ki, azt hiszem. Ja igen, ez akkoriban az időben egy nagy kihívás volt, így mindenki hívogatott kifele mindenkit. Igen. Egy hétig folyamat vlogoltam minden nap. Fú, vicces is volt. Szóval nagyon szépen köszönöm, srácok, a kihívást, elfogadom, és hát akkor teljesítjük ezeket a napokat, én azt mondom. Igen, azért... Látszik minőségbelileg is, szerencsére látszik a különbség hangilag is, meg úgy tényleg így összképileg is szerencsére látszik a különbség úgy. Hát azért ez 2017 február, basszus, egy év, egy másfél év azért. Egyébként én régen készítettem montázsokat, csígó montázsokat, ti küldtetek nekem anyagot, és én azt összevágtam, és megcsináltam egy videóba is, és tetszett nektek. Elég sok munka volt vele, nem tudom, hogy folytassam-e, mert azért tényleg elég sok munka van vele. Hát lessetek bele. Igen. Szépen odavágtam, hogy az egyébként, hogyha így felveszed utólag a demót, nem látszódik az a Ninja Diffuse izé. Azt én vágtam oda be a izé green screen-re. Figyelj meg, milyen repüléseket csináltam, basszus. Nagyon-nagyon élveztem csinálni, nagyon. Most meg már nem tudom, hogy értenék-e hozzá, vagy mennyire lenne hozzá érzékem. Fiad itt is, hogy felszedi a csávó. Dobja a kis flash-t, mindenki bevakul, és végig szedi. Bam! Szuper! Külön megszíneztem a videókat, meg ügyeltem ritmusra vágjam, stb. Nagyon-nagyon élveztem. Jó, hát ennyi lett volna így ez a videó. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és remélem, hogy tetszett. Hogyha ez így van, akkor esetleg nyomjatok egy lájkot és egy feliratkozást, és a következő videóban találkozunk. Jó volt visszanézni így a régi videóimat. Legyetek jók, és sziasztok!